Halli mindenkinek, sziasztok srácok, én talán ki is ittünk egy következő videóban, és itt tart velem ebben a videóban ki is szokásosan. Remélem, hogy örültök neki, hogy kis mindig itt van a videóinkban, ugyanis én igen, remélem, hogy ti is. Na, mindegy, vegyünk is akkor bele a dolgokba. Van egy csomó gyémánt cuccunk, és van egy csomó kajánk is, meg minden. Hello, jó napot, hello. Ó, büfés, hello, szia, mi mesélitek? Házaszállításon vagy nem tudom, hello. Cső, postárnánk üres, jó, azt azért megnéztem. Kaját kiveszük, van munkája? Nem, most nincsen munkám, de ja, érdekel, büfésnek akar felvenni? Simán jövök. Ja, érdekelne akkor a munka, gondolom, hogy azért keres. Mert van egy állás lehetőségem, aha, ja, érdekes, srácok, legyünk büfések? Büfés, a büfés dolgokat mindig szeretetek, szóval szerintem lehetünk büfések. Ami kétszer többet fizet, mint az átlag, aha, az még jobb, oké. Okay. Jobban jövök, hát persze jövök. Ja, legalább lehet, hogy nagyobb házatunk végre költözni kisebb. És napi 6 óra munkaidő. Az kevés, az ahhoz képest az kevés. Ja, persze jövök. Viszont elősorban meg tudnánk nézni a helyet, hogy hol kéne dolgoznom, meg ilyenek. Annak azért örülnék, és akkor... de vannak szigorú szabályok. A kutyám velem jöhet esetleg? Vagy ő nem jöhet az étteremben? Igen? Oké, jó, oké, jöhet, jól van. Oké, és jövök. Na, srácok, akkor lehet, hogy büfések lehetünk. Mennyire király már? Szerintem lennék büfés, azért mégis csak, nem tudom, nemrég mondjuk voltunk büfések, de azért nem most volt. Szép napot, jó napot, rendőr úr, hello. Na, menjünk akkor a büfébe. Az lesz a büfé? Vagy melyik lesz a büfé? Aha, az lesz a büfé, gondolom. Jó van, hoho, ez az! Na, király, van egy tök jó melónk akkor. Legalábbis lehet, hogy lesz, mindjárt megnézzük. Aha, mi van itt? Itt van panaszkönyv. MC büfé, minden helyben készül, kivétel kex. Itt a panaszkönyv, aha. Látod, itt a panaszkönyv, egy éve üres. Wow, egy éve tényleg üres? Vagy megnézem. Oké, mindegy. Na, szóval elvileg egy éve üres a panaszkönyvük? Tényleg üres, wow, oké. Jól van, üres a panaszkönyv, ez már egy pozitívum. Ez már pozitív dolog. Szeretném, ha így is maradna. Jó, rendben, oké, így is fog maradni, megpróbálunk azért tenni a kutyámmal. A kutyám szerintem, vagyis kis igazából maradjon szerintem itt kint. Egy szépen megvédi a kis izét, éttermet. Kamerák védik a területet, aha, oké, rendben, szóval ez a kamera. Nagyon jó, igen. Itt vannak bent a... ó, a kaják. És tényleg minden frissen? Minden helyben készül. Wow, malac, csoki, itt igen, itt van a csokis keksz, az nem? Kivéve a keksz. Jó, bárány, minden tehén, csirke. Meg van itt krumpli, amit le lehet szedni. Wow, jól van, oké, okay. Király, ez tetszik. Nagyon ilyen gyors, ilyen helyben büfé, szóval minden nekem kell csinálnom. Mennyire undorodsz tőlük? Nincs semmi bajom az ilyen dolgokkal. Ja, igazából kaját csinálunk, meg minden, és igazából szerintem én meg is teszek. Nincs semmi probléma, király! Hú, ez az van egy új munkánk, na ez tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogom ezt tudni bírni, és tudni így kezelni. Reméljük, hogy jók leszünk benne. Akkor ma van a próbaidőd, jó, rendben van. Oké, és én elintézek mindent, amit csak kell. Előre nem szedem le, még valami, igen. Még valami, aha, igen, itt vannak a izék. Itt van a visszajáró, ahogy látom, vagyis úgymond a íze. Itt a visszajáró és a szén. Jó, rendben van. Oké, és akkor ezzel kell gondolom sütni. Itt meg vannak a pénzek, amiket majd vissza tudok nekik adni. Nagyon jó, oké, és rendben van. Ki is fogytak a szenek. Jó, oké, látom. Mi mennyibe kerül? Tehát az nincs kiírva, látom így az ár. Tehát melyik mennyibe kerül? Esetleg azt nem tudom, hogy nem tudom miért nincs kiírva, mert így igazából a emberek nagyon fogják tudni. Mindegyik 500 forint. Jó, rendben van, oké, és akkor minden 500 forint. Jó van. Na, akkor köszönöm szépen, büfés úr, akkor ha bármi gond van, akkor majd jelzek, vagy valami. Gondolom, nem tudom, hogy hol lakik, vagy bármi, de majd csak megtaláljuk egymást, vagy nem tudom. De igazából nem lesz semmi gond, mert elintézem én a izéket. Na, rakjuk is bele szépen a szeneket. Nem szeretnék csalódni, viszlát, Hali, szia, hello. Na, ez az, csácok, van is egy büfé, és hát nem saját, de úgymond igazából szinte saját, mert én kezdem az egészet. Ez nagyon király, már csak akkor várni kell a ügyfelekre, gondolom, vagy nem tudom, igazából, ó, itt is van kamera, nagyon megfigyel minket ez a büfés amúgy, kicsit ez így ijesztő, ott is van egy kamera, ott is van egy kamera, ott is van egy kamera, mindenhol szét vagyunk kamerázva, de remélhetőleg ez nem fog nagyon nagy hátránya lenni ránk, és reméljük, hogy hamarosan jön valami vendég is, mert nem nagyon látok még pillanatnak senkit. Ki is kérsz valami kóstolót? Kérsz egy, nem, vagy várjál, de csinálok egy kóstolót neki, vúf, jól van, na, nézzük meg a malacokat. Itt van a malac, nagyon jó, kaptunk 2 darab malac húsit. Csináljunk kisnek azért, hogy nyersen kéred vagy sütve? Nyersen vagy sütve kéred kis? Melyiket szeretnéd most jobban? Mindegy, jó, tessék, itt van akkor nyersen, akkor kisütök neked egyet. Na, várjunk akkor bele a dolgokba. Itt is van egy falusi. Hali!
Jó napot! Miben segítetek? Mit szeretne vásárolni? Hello! Szia! Milyen, vagyis jó napot, milyen ételben segítetek önnek? Tessék kis, ezt is, ezt már nem kéred? Ezt már nem kéri. Szeretnék sült krumplit? Jó, rendben van. Most ez viszont, mindegy, jó. Na oké, mindjárt hozom, egy pillanat. Jó, itt van krumpli, nagyon jó. Egyetlen egyet kér, vagy mennyit? Jó, ezt gyors berakom, amíg még itt sül. Egyet, jól, jól van, oké, és mondjuk 3 darabot adott ez a krumpli, de mindegy, még egyet vissza kell vetnem. Szóval jó, lenne pár kérdésem. Persze, nyugodtan mondja. Itt van amúgy a sült krumplia. 500 forintot kérnék, kedves vásárló. Addig én visszaültetem ezt a izét. Tényleg minden helyben készül? Most szedtem le a krumplit, igen. Most szedtem le a krumplit. Ó, itt a fizetség, nagyon jó. Hol van? Itt van. Nagyon jó, köszönöm szépen. 500 forint, nagyszerű. És akkor szépen a kasszába. Nagyszerű, és kéne egy kapa. Kéne egy kapa, srácok, ezt nem adott nekünk a emberünk. Hú, ezt hogy kéne megcsinálni? Esetleg ön új? Igen, most jöttem még csak, igen, így dolgozni, meg ilyenek. De igazából reméljük, hogy jó lesz, meg minden rendben. Na, én innen szedek ki gyors egy fát. És csinálok akkor gyors egy kapát, mert ahogy látom, elfelejtett ezt, elfelejtett ilyet csinálni a büfésünk, vagy nem tudom. De mindegy, ezt szépen gyors leszedjük, és akkor csinálunk gyors egy kapát az étteremnek, aztán csá. Na! El is ment a... nem, még itt van a vásárló. Plusz értékelhetem. Mi az plusz? Értékelem, ha... mi? Várj, ír le, kiszi, léci újra. Pluszra értékelem, ha van bármi ilyen. Aha, oké, rendben van. Oké, köszönöm. Köszi szépen akkor a plusz értékelést, gondolom, vagy nem tudom. Mindegy, lerakok ide. Viszlát, hello, szia! Hali, na király, az első vevők meg is van. Szerintem eléggé jól sikerült amúgy ahhoz képest, szóval, ja. Királyság, na, ezt gyorsan ültessük így, nép vissza, nagyon jó. És akkor én szerintem ezt így ide berakom, meg mondjuk így ezt is. Nagyon jó! Az első vevőnket ki is szolgáltuk, király srácok, ideig tök jól halad a ételem, szerintem legalábbis. Jön a következő. Meg is jött a következő vásárló, jó napot! Jó napot, jó napot, jó napot kívánok, uram vagy hölgyem, nem tudom. Üdv, jó napot! Miben segítetek? Milyen ételt szeretne vásárolni, kedves vásárló? Miben segíthetek? Ugye, mint tudja, a szlogenünk az, hogy minden helyben készül, szóval mindent itt csinálnénk. Szeretnénk mindenből, mindenből. Oké, rendben, akkor egy csirke. Kell egy csirke nekünk, jó, mindenből kell egy akkor. Oké, oké, malacból van, meg egy csokis keksz, jó. Oké, akkor egy, kettő, oké, és három. Nagyon jó, oké, akkor ezeket gyors kisütjük. Nagyon jó, reméljük, hogy tényleg fizet meg minden, szóval, ja, és nem átvertek. A kutya oltott? Igen, a kutya oltott, persze. Na, oké, ezt kisütjük, szóval egy malac husi. Ugye? Igen. Egy sült krumpli is kell, tényleg az van nálam, oké? Okay. Jó, akkor van egy csirke, oké, okay, ezt gyors sütjük. Van egy sült birka, nagyon jó, és egy csokis keksz idáig. Mindjárt kész a krumplia, uram, egy másodpercet kérek. Akkor ez így összesen 500, 1000, 1500, 2000. 2500 forintot szeretnék kérni, uram. Ezekért az ételekért, mondjuk eléggé rosszul dobáltam ki, de mindegy, majd csak felveszi. Szóval ez így 2500 forint lenne. Ha minden igaz. Ja, igazából ennyi. Na, remélem, hogy elégedett amúgy. Oké, oké, oké. Jó, oké, okay, szétdobált össze-vissza. Igen, ez így pontosan elég. Nagyon jó, köszönöm szépen, viszlát, és szép napot, meg minden. Viszlát, hello! Várjunk már a marhahúst? Mindegy, jó, most már mindegy. A marhahúst lehet nem sütöttem ki neki. Na mindegy, jól van. Oké, okay, mindegy, ideig akkor jól állunk remélhetőleg. Na! Tök jól állunk az étteremmel szerintem, kicsit kimegyünk így körbenézni, hogy minden oké-e. Ott van még mindig a rendőr, sehol nagyon izé, de amúgy nagyon üres ez a falu. Tehát nagyon kevés falus jön itt, ahhoz képest oda, hogy van egyáltalán vásárló, meg ilyenek. Na mindegy, rakok be gyors még szeneket akkor addig. Nagyon jó, oké, és amennyit csak tudok, szépen megtankolok mindent, a gyapjút is lerakom. Ezeknek még nem tudom, hogy van-e egy külön csesztjük, ahol ezeket kéne raknom, na de mindegy, inkább ide rakom, aztán majd a étterem tulaj majd eldönti, hogy ezeket hogy kell elrakosgatni. Nagyon jó. Oké, és na. Oké, meg vagyunk szerintem akkor. Most akkor még várunk? Hát ja, várunk. Ó, jön a büfés. Jó, nem. Mi ez? Jó napot. Hello. Valaki? Azt mondom, hogy a büfés már azon odaírva, de nem tudom, ez ki akkor? Ide minden pénzt. Sajnálom, uram, de ilyennel nem tudok önnek szolgálni. Tehát, hogy ez nincsen pénzem eladó. Ja, Istenem! Ja, Istenem! Na, ennyi! 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 Na, szépen! Na, nem, na, ezt nagyon elfelejtettem, hogy nem azért, de neked rosszabb cuccaid vannak, mint nekem, szóval ezt eléggé benézted, már nem azért, hogy jó, hogy hoztam magammal a diaszettemet. Na, mi az? Te, na, nyugi.
Jaj, de tudom, hogy te vagy a büfése, úgy ott van a neved fölött, de jaj, mindegy. Ez egy kicsikét érdekes próba volt, na mindegy. Átmentél a vizsgán. Átmentem a vizsgán? Na, király, akkor most ott a hivatalos büfés vagyok, vagy nem tudom. Gondolom. Csak tesztelni akartalak. Ó, oké, király. Oké, akkor teszteltél, átmentem, azt hiszem. Jó van, oké, átmentik a vizsgán, azt hiszem, hogy megvéded-e minden áron a büfét. Hát, ha egy nagyobb gyémántszettes jött volna, akkor lehet, hogy nem vállom be, de amúgy így igen, mert most csak egy ilyad volt, meg egy bőrszetted, meg ilyenek, de mindegy, ja, megvédtem a büfét minden áron, tessék, na, akkor átmentem a tesztelni, srácok, királyság, várj, na, kapok valami papírt, kötvény érték 600.000 forint, ez mi ez, itt a fizud, LOL! Oké, kaptam 600.000-et, lol, azért mert dolgozok ebben a büfében, és megvettem az éttermet. Gyere velem, bejelentjük, jó rendben, jövök, azt hiszem. Jó van, oké, megvettem az éttermet, az adott egy csomó pénzt. Jó van, oké, oké. Ebből veszek egy új gépet, vagy nem tudom. Jó napot, hello, jó napot, itt kell bejelenteni? Szia, hello, jó napot, rendőr úr. Kaptam valami kötvényt, ezt be akarom jelenteni, vagy nem tudom, mit kell igazából csinálnom. Parancsoljon, azt hiszem, hogy valami ilyesmit, vagy nem tudom. Van lehetőség milyen? Van lehetség a munkahelyedbe. Mi? Van lehetség. Vagy nem tudom ezt most nem tudtam értelmezni. Természetesen. Jó, mindegy, ők ezt. Jaj, bocs, nem akartam. Bocsi, nem akartam. Tényleg adok kaját, büfés úr. Mert látom, hogy nem nagyon töltödik a HP-ja. Na jó, oké, akkor be vagyok jelentve, kész, meg van oldva. Danit szeretném. Igen, én vagyok az új büfés, azt hiszem. Ja, én vagyok az új dolgozója. Hogy nekem dolgozik. Így is van, én dolgozok neki. Ja, ezt visszaadta. Oké, köszönöm. Jó van, ezt nem ide. Jó, rendben van, köszönöm. Na igen, oké, és akkor király, akkor be vagyok jelentve? Gondolom, ugye? Jegyzetelte? Mit jegyzetelni, vagy mi? Nem tudom, mindegy, persze, oké. Oké, jegyzetelte, kész, vége? Vége? Be vagyok jelentve? Hú, ez az? Dolgozok mostantól nálad? Most a büfés vagyok? Vége? Ennyi? Hivatalosan is nálam dolgozol. Hú, ez az, király! Jó, oké, köszi szépen, büfés, akkor srácok, akkor van egy tök jó új munkahelyünk. Méghozzá, amit így élvezek is, mert amúgy büfésnek lenne szerintem tökre király. Legalábbis, ja, nem tudom, hogy tökre menő, meg minden én így élvezem. Hogy jönnek az emberek, kiszolgálom őket, még könnyű is, amúgy nem kell szétdolgozni magadat, meg minden. Igazából, szóval, ja, a kutya kaphat napi 2 juti falit. Jó, köszi! Gyerek is, egyet már kaptál, most kapsz akkor még egyet. Jaj, gyere, itt van egy marhahús. Hú, ez az, na. Király, na, srácok, akkor én szerintem ezt a videót itt lezárom. Tök királyú zárult, ez most tetszett. Ha tetszett nektek is ez a videó, akkor mindenféleképpen írjátok le a kommentbe. Dobjatok egy lájkot, meg minden. Holnap ismételten találkozunk újabbnál újabb videókkal, de ugye ez a videó után kezdődik a következő videó. A Dani Kalandok nevű csatornámon ott találkozunk. Plusz a Dani Minecraft nevű csatornámon is majd ott lesz a következő videó. Ott is találkozunk. És ne felejtsétek el a tegnapi Dani Games videót visszanézni, ahol Blackkel játszunk egy másik játékot. Az nagyon fontos, ott lesz most így a videó végén, látjátok. Azt is légy színéztek meg, szóval ja. Köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer. Én Dani voltam, és igazából nagyjából ennyi. Vigyázzatok magatokra, stb. És sziasztok!